A szeptember óta újra és újra tomboló bozóttüzek már 5 millió hektárt perzseltek fel Ausztráliában. Az ezer önkéntes bevonásával sziszifuszi küzdelmet folytató tűzoltók hétfőn 4 állam területén 200 helyszínen harcoltak a lángokkal, ezek között 60 ponton a legnépesebb Új-Dél-Walesben. A Hawaii szabadságáról visszatért miniszterelnök megvédte kormánya klímapolitikáját. Scott Morrison szerint senki sem vitatja a szélsőséges időjárási jelenségek és az éghajlatváltozás közötti kapcsolatot. Felesleges kormányát támadni, mivel klímapolitikája nem változott. A kormányt a tények vezérlik, azt teszi, amit tennie kell a fenntarthatóság és a munkahelyek megóvása érdekében. Ausztrália történetének legforróbb és legszárazabb nyarán pusztító bozottüzek eddig 9 ember életet követeltek, közel 1000 lakóépület semmisült meg. A lángokban becsések szerint több ezer kenguru és koala is elpusztult. Az előrejelzések szerint a következő hetek sem hoznak csapadékot Ausztráliában, de a hőmérséklet visszaesik.